Ma van az utolsó lehetőség, hogy pótfelvételi eljárással jelentkezhessenek valamely egyetemre a végzős diákok. Vendégünk Bakonyi László, a Zsigmond Király Egyetem főtitkára, akit arról is kérdezünk, hogy mit tehetnek azok a diákok, akik nem érték el a minimális ponthatárt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát hogyan tudnak jelentkezni még a mai napon azok, akik szeretnének szeptembertől tovább tanulni? Ugye működik a felvételi eljárásnak egy központi honlapja, az Oktatási Hivatal működteti, ez a felvi.hu honlap, ezen keresztül lehet jelentkezni, és csak itt lehet jelentkezni elektromos úton, vagy elektronikusan, már nem tudok beszélni, se úgy látszik. És tehát mindent itt kell elintézni, itt kell kiválasztani, hogy melyik intézmény, melyik szakjára, melyik tagozatára jelentkezik az ember, az összes dokumentumot itt kell feltölteni, és itt kell hitelesíteni is a jelentkezést, ma éjfélig, tehát éjfélig a hitelesítésnek is meg kell történnie, vagy ügyfélkapuval, vagy pedig föl kell adni a postára a megfelelő adatlapot. Hány szakra jelentkezhetnek pótfelvételi eljárásra? Most ez egy megfontolandó döntés, és csak egyetlen egy szakra, egyetlen egy intézménybe lehet jelentkezni, tehát nincsen válogatási lehetőség, hogy jaj, ha ide nem vesznek fel, akkor majd oda fölvesznek. Pontosan meg kell mondani, melyik intézmény, melyik szakjára akarunk bejutni. És hirdethetők olyan szakok is, amelyek korábban nem lettek úgymond meghirdetve, de most akkor a pótfelvételire gyorsan beteszik, vagy berakják, hogy jelentkezzenek rá hallgatók? Néhány intézmény esetében ez megtörtént, állami intézmények esetében egyiknél sem volt erre lehetőség, tehát csak magán és egyház intézményeknél, de nem igazán jellemző, hogy új szakokat elindítanának ilyenkor az intézmények. Alapvetően az egyébként is meghirdetett képzéseket hirdették meg mindannyian. Ez mindig így volt egyébként, vagy most lett egy fajta szigorítás, hogy csak egy szakra lehet jelentkezni? A pótfelvételi eljárás mindig ennyire szigorú volt, ugye ez a legrövidebb eljárás, ami létezik a felvételi során, tehát augusztus 7-én, tehát mai félig jelentkeznek a diákok, 25-én már vonalhúzás is van, és közben még a felvételi eljárást is lebonyolítjuk, tehát akinek például nincsen emelt szintű érettségie, mert 2005 előtt érettségizett, az még le is teszi azt az úgynevezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát, amivel kiválthatja ezt az érettségit. Mit tegyenek azok a diákok, akik nem érték el a ponthatárokat? Hova fordulhatnak? Több különböző variáció van, hogy miért nem érték el a ponthatárt. Én elsőként azt mondanám, nézzék meg, hogy hány pontjuk van, milyen képzések vannak meghirdetve. Ha valaki nagyon bizonytalan, akkor most egy kis önreklám következik, délután lehet jönni hozzánk, mert egy hete nem csinálunk mást, mint délután tanácsot adunk a különböző felvételizőknek, hogy melyik intézmény melyik szakjára tudnának bejutni és hova jelentkezzenek, nem feltétlenül a sajátunkra, más intézmények szakjait is ajánljuk a figyelmükbe, ha arról van szó. Egyébként a 280 pont az ugye egy törvényi minimum ponthatár, hogyha valaki nem éri el az alapképzés esetében, akkor ez az egy út van, hogy újra érettségizik, de én mindenkinek azt tanácsom, hogy gondolja meg, hogy felsőoktatási szakképzésre jelentkezik, ott ugye csak 240 pont a ponthatár, amit el kell érni, tehát oda be lehet jutni alacsonyabb pontszámmal is, és ott is lehet folytatni a tanulmányokat. Na most önöknél a Zsigmond Király Egyetem, ezek szerint még ma is van ez a konzultáció, amit egyébként olyan érdekes módon vagy egyedi módon meghirdettek, és ezek szerint hetek óta tart már, vagy egy hete tart már, abszolút, hogy tanácsot adjanak azoknak, akik tanácstalanok. 26-a óta nem csinálunk más, mint ezekre a kérdésekre válaszolunk. Ma délután 3 és 6 óra között is várunk még mindenkit, és lehet hozzánk jönni. Múlt héten már volt, akinek a felvételi jelentkezését intéztük ott helyben, mert bizonytalan volt, és na akkor menjünk végig, szkenneljük be az összes dokumentumot, ebben is nagyon szívesen segítünk mindenkinek, hiszen nekünk az a lényegünk, érdekünk, hogy minél többen tanuljanak a felsőoktatásba. Mondom, nem feltétlenül nálunk, persze, ha minket választ valaki, annak csak örülünk, ha nem minket választanak, akkor sincsen probléma, akkor is segítünk. Bakonyi László, köszönjük, hogy köszönjük szépen. Én is köszönöm.